Nagyváradi festőnő és az Ilyes Gyula elregi. Elmondtam benne, nem? Nem, nem volt. Mondjuk el, beleteszél közöttéről? Beleteszem? Jó, hát elmondom. Kéne. Ha már Hitlerről beszéltünk, akkor beszélni kell Kádár Jánosról is, akinek az édesanyja pedig a fiumei Villamos zsidónál szolgált. És amikor arról volt szó, hogy ez fontos volt, ugye a időkben csak akadt valaki, aki igazolta, hogy ő csinálta, és így nem zsidónak számított. És bizony, bizony, téma volt ez is, csak mi eléggé hallgatnak róla. És ez nem kisebbíti az Ilyes Gyula érdemeit, hogy Ilyes Gyula szülei azért váltak el, mert az uradalmi gépész úr azt mondta, lehet, hogy tévedett, de ez volt a tény, hogy ezért váltak el, hogy az uradalmi gépész úr azt mondta, hogy ez a harmadik gyerek, és ez volt a Gyula. Ez nem tőlem van, hanem a zsidó bérlőtől, ahol szakácsnő volt a feleség, ami bizony azért nagy téma, mert a zsidó rabbik, amint zsidó ismerőseimtől ezt megtudtam, vagy könyvből is lehet olvasni, hogy úgy zsarolták, remélem erre már leszoktak, úgy zsarolták a nekik nem engedelmeskedő vallásos férjet, hogy megtiltották az asszonynak, hogy a menstruáció után elmenjen a tisztító fürdőbe, amit most egyébként ugye most újítottak fel itt a Kazinci utcában is Budapesten, és ha nem ment el a tisztító fürdőbe, akkor ugye a vallásos nőhez nem nyúlhatott a vallásos férje. És bizony ilyenkor szorultak rá a székely mindenes lányokra, meg az alföldi mindenes lányokra, és abban az időben ezek bizony eléggé fogamzó képesek voltak, és ezekből lettek a cselédfiúk, akik közül volt olyan, amelyik 56 után fölkereste az édesanyámékat, és elmondta, hogy mint kemény nagy elvtárs, hogy őt 45 után fölkereste egy zsidó ember, hogy igen, mi tudjuk, hogy te ki vagy, tehetséges is, vagy segítünk, és bizony nagy országos vezetőként menj nyugdíjba. De most már csak ugyanúgy gondolom, hogy amit most tudtam, elmondtam, azzal a szándékkal mondtam mindent, hogy próbáljunk meg itt a földünkön, a természetet tisztelve, egymást megbecsülve, segítve egymást élni, közeledjünk úgy a másik emberhez, hogy én szeretni akarlak téged, segíts, hogy minél jobban megismerjelek, örülnék, ha te is szeretni akarnál engem. És az ember minél többet tud egy másik emberről, annál kevésbé képes gyűlölni, hanem ha más nem megértés és a szépen emberül be ez, hogy a megértő szeretet, ami az alap, hogy egymás segítve, ha nekünk sikerült valamit megúsznunk, akkor örüljünk neki, hogy sikerült megúszni, de minél jobban ismerjük egymást, annál kevésbé vagyunk képesek gyűlölni a másikat. Annál jobban érezzük, hogy én te vagy, te meg én, ő. Ez a csodálatos dolog, én nem tudom ki, hogy van vele. Engem nem nagyon szerettek gyerekkoromban, több oka lehetett ennek, de én ebből csináltam magamnak erényt, hogy vagyis ebből hoztam ki azt, hogy semmi baj, én akkor igyekezzek szeretni másokat. És olyan könnyen fogok, az a csodálatos dolog, hogy
még elég rendetlenség van közöttem, úgyhogy rendet kellene csinálni, de valójában bármelyik pillanatban már meg tudnék halni. Azzal, hogy amit lehetett, megtettem. Mindenkinek ezt kívánom. És mindenkinek köszönöm, aki ebben hozzájárult nekem ahhoz, hogy csak szeretet legyen a szívemben az emberek iránt.